Magyar Hangok. Perlaki István. Mezei Kitti. Szabó Máté. Andrész Kati. Megyeri János. Berzselő szenvedélyek. Hazatérés. Jó napot, József! Kesvein, doktor úr! Van valami hír? Az úr a kápolnában van. Amióta a neje eltűnt, gyakran... Ott imádkozik? Szerintem nem egészen. Sokkal inkább meghallgatást szeretne kieszközölni. Kinél? Vagy úgy. És? Beszéljen már! Jöjjön velem. Talán az a legjobb, ha maga is ott van. Szóval végleges? Jöjjön. Ma kaptam a szállodából. A Klagenfurti rendőrség hivatalos jelentése. Nem tudják, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság. Pillanatnyilag Dannert alias Ernst Bassermant a nyomtalanul eltűnt férjet körözik. Ursulát, azaz Julia Bassermant nem keresik tovább. A jelentés szerint a rendőrség mindent megtett, miután megtalálták Ursula ruháit a parton. A szálló vendégeket, a személyzetet is kikérdezték, de senki nem látott semmit. És Baldung gróf? Állítólag épp Lipcséből Moszkva felé tartott, ma estére várható haza. Nos, szerintem menjünk el a rendőrségre. Gondolja, hogy a rendőrség találna valamit? Bizonyítékot. Anyám segítőinél a hallgatás falába ütköznének. Ez így nem stimmel. Danner tudta, hogy Baldung a hotelban volt, nem? Talán későn kapta meg a figyelmeztetést. De miért nem jelentkezik? Mert tudja, hogy leharapnám a fejét. Egyedül ő a felelős a történtekért. Na hát, én ebből egy szót sem hiszek. Ez így túl abszurd. Menjem én. Most menj, kérlek. Beáll, te mégiscsak az anyád. Nem. Kérlek, hadd tegyem meg, amit muszáj lesz. Piszkos munka, higgy nekem. Nem szeretnék ekkora terhet rakni a válladra. Te pedig, Ulrich, írd a következőt. Először is minden személyes vagyonomat készpénzét teszed. Írd fel mindet, a földeket, a bér- és irodaházakat és a családi festménygyűjteményt. Csak a kastélyt tartom meg. Ezt nem mondod komolyan, nem tehetem. Hogy ne tehetnéd? Tudom, mit beszélek, írd tovább. Nem számít, hogy a hír igaz, vagy nem. Mindent pénzé kell tennem. És aztán? Minden részesedésemet eladom Mr. Bob Greylocknak. De egyetlen feltétellel. Beátét azonnal kizárja a Thornwald Holdingból, aztán jöhet a tárgyalás. Nem mondom, hogy ne tégy semmit, Friedrich, de így magadnak többet ártasz, mint neki. Nem, Ulrich, eddig hallgattam a tanácsaidra, túl sokáig, de ennek ideje véget vetni. Másképp is végezhetsz vele. Hogyan? Hát nem ilyen haragtól elvakultan. A saját fegyverével kell legyőznünk, előbb-utóbb tönkre teszi magát. Hónapok óta ezen dolgozunk, de hiába, így nem működik. Jó, akkor én is azt mondom, amit te Benjaminnak. Hagyd rám a piszkos munkát. Ügyvéd vagyok. Nekem úgyse számít. Most be kell mennem. Majd kitalálok valamit. Felhívlak. Ulrich! Veled megyek. Hova? Az irodába? Az irodába. Szükségem van rád.
Az apád számít rád. Komolyan beszélsz, vagy nem? Hiszen ismersz, mindig viccelek. Menj csak előre, mindjárt indulok. Hova megy a herceg doktor Gessweinnel? Hamburgba, a céghez. Attól tartok, hogy ebbe bele fog halni. Adja ide inkább majd én. Jó, tessék. Az esti adagom. Ó, Jesszusom. Ne haragudjon, fel vagyok dúlva. Mindjárt hozom a megfelelőt. Tudja, hol az anyám? Az előbb kérte a kocsiját, a reptérre ment. Az volt a szerencsém, hogy ez a Danner betolt és lelépett, mielőtt odaért volna a rendőrség. De mégis legalább felhívhattál volna, az újságból tudtam meg. Nem akartam kockáztatni, mit gondolsz, viccből jöttem Moszkva felé? Hagyjuk abba, ha mesél valamit a lipcsei vásárról, a sofőr ne fogjon gyanút. Hogy egyedül jössz? Ne is kérdezz, menj haza, bérelek egy kocsit. Meg tudlak várni. Ursula gépek késik, fogalmam sincs, milyen állapotban van. Bécs, Párizs, London, Hamburg, nagy kerülőttet. Mire jó ez? Különböző útvonalon jöttünk, hogy biztosan senki se kövessen. Van pénzed? Igen. Add ide. És ne sopánkodj már, ha sejtettem volna, hogy idegeskedsz, nem hívlak ide. Na hallod, ez a legkevesebb. Mit gondolsz, mit éltem át, amikor megláttam az újságban? Halott német turista, gyilkosság? Az az újságíró tette be az újságba. Milyen újságíró? Azt hittem, bujkáltatok Karintiában. Hogy kerül oda egy fikkász? Nem érek rá elmagyarázni, oké? Menj haza és főz valamit. Te teljesen megőrültél? Mi a csodát főzni? Valami német eset, de ne tésztát, jó? Mert az a fülé jön ki. És nagyon hízlal. Vagy úgy. Óhá! Mit jelent ez az óhá? Téged is elért, hm? Ugyan már! Na jó, otthon várlak. Menj már! Vagy mégis várjalak meg? Nem, az Isten szerelmére! Felség! Hogy ezt a napot is megértem, maga itt! Jonas! Fáj a fejem! Megkínálhatom valamivel. Egy pohár vizet kérnék. Friedrich, hová tartasz? Mi történt itt? Minden teljesen megváltozott. Nem mondtam neked? A nyáron mindent átépítünk. Eddig ez volt az irodám. Igen, ez volt, de most már a másik folyosón vagy. Ki engedte ezt meg? Ki engedte ezt meg? Hát én. Erre, Friedrich. Kicsit zűrös a helyzet, elromlott a légkondicionáló, és éppen most cserélik ki, de így mégsem maradhat. Karin? Karin? Ki az a Karin?
A titkárnőm, de nincs itt. Semmit sem értek. Karin? Maga? Mit keres itt? Szedje a sátorfáját! Friedrich! Téged is látni. Micsoda szerencse. Meg kell, hogy mondjam, hogy én... most még jobban élvezem ezt a pillanatot. Sosem tartottál valami nagyra, ugye? Bevallom, hogy a mondjuk így... talán kedvezőtlen elbírálás mellett nem tudtam a csúcsformámat nyújtani. Mindenki annyira képes, amit elvárnak tőle, és fordítva. De ha az ember kiteszi a lelkét, és mégis lenézik, és elutasítják, akkor egyszer csak feladja. Mit akar itt? Lehet, hogy rossz piáros vagyok, de gyilkos semmiképpen. Hiányzik hozzá a genetikus kódolásom. A kishugod, a hugod hullákon átgázol, ahogy te is. De a nejed él. Friedrich, hát nem hallod? Mégis él. Igen, bérgyilkos lettem. Beállt-e ki akar dobni a cégtől, Cynthia megcsal és válni akar, hát belementem a játékba, oké. De kezdettől fogva tudtam, hogy én határozom meg a szabályokat. Nos, Friedrich, ideje volt a másik oldalra állnom. A feleséged egészséges. Ez a kis barátja, ez az újságíró etette be a sajtót a sztorival. Hivatalosan a feleséged halott. És ha most sikerül a sírban tartanod, akkor legalább addig, amíg a kis trónörökös meg nem születik, akkor nyugalom lesz. Hol van? Fogalmam sincs. De gondolom, jelentkezni fog. Most mennem kell. Az anyósom a sikeres gyilkosságot nálunk szeretném megünnepelni pezsgővel és más finomságokkal. Friedrich, ha majd egyszer a feleséged, aztán az örökösöd öleled át egy szóval, ha majd biztosított részedről a nemesi Torvald vérvonal továbbvitele, remélem eszedbe jutok. Én is a családtagja vagyok, akár tetszik, akár nem. És most nyugodtan megpofozhatsz, ha akarsz. Abba kéne hagynod a dohányzást. De akkor is köszönöm. Mindig számíthatsz rám. Hát él. Elnézést, a londoni gép eljött. Köszönöm. Ne menjek mégis be veled. Ne. Thank you.
Mi a baj? Hiszen ott van. Meggondoltam magam. Ursula, ő az apád. Inkább máskor. Na ne, ne, miért máskor? Menj be és tudjuk le a dolgot. Egész úton másról sem beszéltél, most pedig megfutamodnál. Rolf, hulla fáradt vagyok, és semmi kedvem hozzá. Tégy, amit akarsz. Hát, ha gyorsan halálra issza magát a kedvedért. Egy gonddal kevesebb. Akárki legyen is, maga maradjon ott, ahol van. Kifogyott a film. De kicsoda maga? Csak nem a rendelőből. Nem. Én vagyok a lányod. Ne haragudj, hogy így rád török, de 20 éve várok erre a pillanatra, és most... Hé. Lassabban, jó? Nekem nincsen lányom. Tessék? Mi a neve? Az esküvőm előtt Ursula von Lichtentalnak hívtak. Ne kényszeríts rá, hogy bebizonyítsam. Tudom, hogy tudod. Talán épp ez az oka, hogy megint elvonom voltál. Hogy el tud viselni. Legalább nézd rám! És most mondd, hogy nem létezem, ha képes vagy rá. Nagyon sajnálom, hogy csalódást kell okoznom, de nem tudom, hogy miről beszél. Hogy ki maga. Nincs se lányom, se fiam, se senkim. Kérlek! Ursula? Kaminski? Uh-huh. Jobb, ha most elmegy. Felejts el az egészet, jó? Kérem. Nem teheted velem. Jogom van megtudni, hogy ki vagyok. Hogy miért kellett éveken át különböző otthonokban élnem, és... esténként azzal a gondolattal aludtam el, hogy vagy te, vagy az anyám értem jöttök, és hazavisztek. Kérlek. Hogy hívják az anyámat? Ha ezt megmondom, halott vagyok. Szeretek élni, még ha bele is halok. És te örülhetsz. Semmit se vesztettél. Én... Megkaphatom a képeket? Thank you.
Hogy találtál meg? Miért nem kerestél soha? Tégy egy szívességet és menj el. Hé, Ursula, együtt jutottunk el idáig, nem küldhetsz el így. Rolf, elegem van. Köszönöm, hogy segítettél eltüntetni a nyomokat, de már ne avatkozz bele az életembe, kérlek. Hagyj békén. Épp azt szeretném kideríteni. Londonban elérte a korábbi gépet. Ezek szerint előtted érkezett? Igen, és sejtem is, hogy hova tűnt. Túlszárnyaltad magad. Semmiség. Na, van valami? Jó, előbb-utóbb felbukkan. Elővigyázatosságból küldje Mildenbergert Lichtenthal gróf címére. Pontosan. És ha van valami... Köszönöm, Stiebelny. Lichtenthal gróf? Az apjához mehetett. Ja. Halló, doktor úr. Pillanat, mielőtt leharapja a fejem, hallgassa meg, mi is történt. Nem, Danner, maga hallgasson meg. Baldung gróf itt járt, mindent elmondott. Hol van most? Kérem, fejezze be végre a titkolózást. Danner, visszavonom a megbízást. Vége, innen átvesszük mi. Remek, indulhatnak is megkeresni a hercegnőt. Hogy érti ezt? Különböző útvonalon jöttünk Hamburgba, megbeszéltük, hogy a reptéren találkozunk, de nem jelent meg. Danner, nagyon kérem, ne feszítse túl a húrt! Mi baj? Csak ide. Halló? Thornwald? Hol van a nejem? Előttem érkezett Hamburgba, gondolom az édesapjához ment. Na ide hallgasson, Danner úr. Hamburgban vagyok a cégnél. Pont 7 órakor a kastélyban leszek. Ott várom magát és a hercegnőt. Mindegy, hogyan szervezi meg. Dehogy valami biztonsági dumával jöjjön nekem. Elnézést, de meg lehet, hogy a hercegnő nem szívesen megy oda. Nagyon meglepődnék. Tehát, Danner úr, 7-kor várom. Halló? Hát ez... Azt hiszem, megjött. Ursula! Mennyi lesz? 122 hertz. Aj, ezt nem csinálhatod velünk. Már azt hittük... Nem lényeges. Merre jártál? Személyes elintézni valóm volt. Istenem, Paul, itt vagyok! Hát csak, majd csak megnyugszik. Vegyél egy forró fürdőt, aztán dőj le egy kicsit. Hol fáradt lehetsz? Igen, ezért örültem annyira, hogy elértem a korábbi gépet.
Ja, felejtsd el, gyere! Én vagyok, akció lefújva. Mildenberger visszajöhet. Igen, itt van. 2 óra múlva indulunk, mert vár a herceg. Honnan tudja, hogy én... Baldun gróf alig várta, hogy beáruljon a hercegnél. Geszvein is tudja már, hogy élsz. Hol fogunk találkozni? Talán a kastélyban? Igen. Ez az utolsó munkám. Geszvein kirúgott. Paul! Nagyon sajnálom. Miért nem érted meg, hogy muszáj volt oda mennem? Nem ez a baj. Hát mi? Ursula, igazán tisztellek, hogy még van saját akaratod, de mindig én járok rosszul. Elfelejted, hogy az a munkám, hogy tudom, hol vagy. Muszáj volt megismernem. Csodálatos, már ő is tudja, hogy élsz. Kérlek, Paul, én ne haragudj rám, én fogalmam sincs, mit csinálnék nélküled. Köszönöm, hogy segítesz. Már Rolfal is kiabáltam az előbb. Veled igazán nem szeretnék. Szóval találkoztatok? Igen. Igen, és? Ne haragudj. Tudom, mennyi munkába került megtalálni, de még nem tudok beszélni róla. Na, megyek, beülök a kádba. Már folyik is a víz. Aztán jön a szarvas állá Walter. Mondd csak, nem fogtad fel, hogy aztán mennünk kell. Na, gyorsan ide kapunk, aztán oda kapunk. Csináljatok, amit akartok, megyek a vendéglőbe. Ne nyavajogj! Kérlek, ne veszekedjetek már! Bepótoljuk az ebédet. Ígérem. Végül mégis belekeveredtem, és nagyon izgulok. Hogy lesz ezután? Könnyebbet kérdezz. A reklámkampány terve is elkészült. Ha úgy sikerül, ahogy képzeltük, kereshetjük a helyet a következő gyárnak. Egy gelatin művek a régi megrendelőknek, és egy az új termékeknek. Talán a nagy kereskedelmet is át kéne vennünk. Ne álmodozzunk, Eschenbach úr. Inkább mutassa meg a csomagolást, amit hozott nekem. Szívesen. Ez lenne az új rágógumitasakja. És ez pedig a fitness szeleté. Igen. Jó arculatot terveztek. Ugye? Elnézést. Igen? Hogy mondja? Nem, semmi baj. Elnézést, de személyesen szeretném köszönteni a herceget. A herceget? Ha nem tud idejönni, találkozzunk Los Angelesben. Friedrich, mit gondolsz? Oda tudsz repülni? Persze, mehetünk Los Angelesbe. És az időeltolódás? Egyre jobban megvisel. Rendben, találkozzunk Los Angelesben. Na, kit látnak szemeim? A herceg tiszteletét teszi a cégnél, mindenki tudja. Csak nekem nem szólnak. Mi van itt, Pallot, a forradalom? Ha tudtam volna, hogy az irodájában van, természetesen értesítettem volna. Á, Los Angeles, jól hallottam. Gondolom Bob Grélokról van szó. Indulhatunk? Ne add itt az erős embert. Tudod, hogy véged van itt és a családban is. Mondhatok valamit? Ne tedd magad nevetségessé, menj haza és nyalogasd a sebeidet. És vald be végre, hogy a húgod okosabb volt nálad. Elnézést, nem hagy más választást.
majd mi megyünk. Á, a piros nyakkendőt vette fel. A talizmánját. De nem tűnik igazán boldognak. Na jól van. Én megyek. A többit pedig majd írásban elintézik az ügyvédjeink. Te meg ma éjjel nyugodtan szaggathatod a billentyűket, amíg meg nem reped a fal. Nem zavar. Addig fogok bulizni, amíg össze nem esem. Hajnal előtt ne is várjatok. És maga? Jobb lesz, ha elkezd új munkát keresgélni. Dr. Gessvein. Na, ezzel megvolnánk. Örülnék, ha ezentúl úgy viselkednél, mint egy vén ember, aki most vesztette el a feleségét. Hát nem ezt csinálom. Mondjuk, tegyél hosszú sétákat a tó körül. Játsz tovább a magányos és boldogtalan öreg herceget. Menni fog. Indulunk. Még be kell fejeznem ezt a levelet. Kérlek. Na, hol is tartottam? Na igen. Találkozzunk Los Angelesben. Még pontosítjuk az időpontot. Tessék. Ó, nagyon kedves. Szolgálatára, fenségem. Köszönöm, Jonas. Mióta is dolgozik már a családunknak? Ó, fenségem, lassan már 50 éve lesz. Egy élet a Thornwaldokért. Hát igen, régebben büszke voltam rá, hogy a Thornwaldoknak dolgozom. És ma már nem? De, hogy ne, de valahogy minden olyan személytelenné vált itt. Magából is leginkább csak a nevet látjuk. Annyira régóta nem jár már be. Mikor is lesz a jubileuma? Következő elsején. Gondolok magára. Köszönöm, fenségem. Köszönöm. Nagyon kedves. Na, mehetünk. Köszönöm. Igen? Hát te? Mit keresel itt? Azt hittem otthon vagy, éppen most akartam indulni. Azt hittem otthon várlak, a házunkban. De a kedves kislányod... Mi van Cynthiával? Kicseréltette a zárakat. Megkérte a kertészt, hogy tájékoztasson, miszerint mától a saját házunkban persona non grátának számítok. Nem hittem, hogy tud latinul. De attól még ünnepelhetünk, tele a kocsi finomságokkal. A pezsgő is hideg még. Teljesen elment az eszed? Miért? Cynthiának úgy sincs semmi köze hozzá, hogy mit ünneplünk. Most azonnal hazamész, és tisztázod a feleségeddel, vagy pedig... Vagy pedig mi? Remélem, te is észrevetted, hogy kissé megváltozott a viszonyunk. Nélkülem a jövőben semmi sem megy. Azonnal tűnj el. Az autót kérem. Glücksburgba.
Szerintem a herceg túlteszi magát rajta. A legrosszabbtól tartok. Ismerted a lányt? Igen. Sajnos nem valami jól, de... Ben, hét! Mit szólnál egy rövid sétához? Vagy menjünk fel a hegyekbe. Ott annyira szép. Mit gondolsz? Kérlek, Dagmar, hagyjál békén. De nem rostokolhatsz itt bent egész nap. Kérlek, engedd, hogy segítsek. Talán igazad van. Na gyere. Megjött a herceg. Még valaki érkezik. Kicsoda? Egy nő és egy férfi. Nem látom jól a kocsiban. Nem lehet igaz. Ursula. Ez Ursula. Hát él. Ursula. Őt szereted, igaz? Ben, mondj valamit. Istenem. Ursula. Itt is van. Már várja magát. Megjöttem. A kápolnát, ahol mi is összeházasodtunk, még a nagyapám építette, mikor apám élve megjött az első világháborúból. Hálából. Neked... Egy egész katedrálist építetnék. De attól tartok, ma már nem divat. Erős túlzás volna. Volt időm gondolkodni. Nekem is. De valószínűleg egészen más eredményre jutottunk. Nem. Szerintem nem. Nem. Nem akarok tovább rejtőzködni. Veled akarok lenni. Mint a feleséged. Valóban. De hát ez... Itt, a kastélyban. Akkor ma este mindenképpen együtt vacsorázunk nálam. Gyertyákkal jól megadjuk a módját, és holnap... Ursula, mit keresel itt? Te mit keresel itt? Ha tényleg szereted, elküldöd. Kicsoda maga? Nem ismeritek egymást? Kérlek, Friedrich, minden hiába volt. Minek kell még történnie, hogy megérts, csak álom az egész? Az anyám nem adja fel soha! Beate grófnő az anyja? Nem tehetek róla. Na most már semmit sem értek.
Vagy mégis. Értem már. Benjamin, gyere. Kérlek, hagyjál. Nyugodj meg. Beate ma este nem jön haza. Köszönöm, hogy aggódsz Ursuláért, de szeretném az este további részét kettesben tölteni vele. Kérlek. Tudom. Szólhatsz Józsefnek. Talán igaza van. Bárki is ez az ember. Nem akarok tovább bujkálni. Nem akarok mindig menekülni. Szeretnék megérkezni. Már is megérkeztél. Köszönöm, József. És a készpénz. A számlák a titkárnőmnél vannak. Mit csináljak vele? Tartsa meg. Nem kell borravaló. Ne legyen már ilyen érzékeny. A kirúgás csak első haragomban mondtam, mert ugye hadd hangsúlyozzam, volt miért izgulnunk ezen a héten. Gratulálok, szép mondat. Arra szeretném kérni, hogy folytassa. Ki mondta, hogy ezt szeretném? Oh, Danner. Van egy új ügyfelem. Ursula hercegnőnek dolgozom. Danner úr! A herceg üzeni, hogy ma este már nem lesz szükség önre. Hogy mondja? A hercegnő itt marad. A kastélyban? Uh-huh. Ez nem lehet igaz. Nos, akkor most hogy legyen? Magyar szöveg Niklós Krisztina, hangmérnök Koltai Gábor Tamás, vágó Makai István, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Hirti Ildikó. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.